Nagyon nagy szeretettel köszöntjük a kedves nézőket, Önök a VNTV-t, Ivonatörő televíziót láthatják, és nagyon nagy szeretettel köszöntöm a stúdióban dr. Dietrich Ernőt, a Pécsi Tudományegyetem adjunktusát, műszaki informatikai környezetmérnököt, aki klímaváltozást, környezetvédelmet tanít. És hát ennyit a bevezetésről, és amit láthatnak Ernő előtt könyveket, az egy nagyon komoly forgatókönyv, cselekvési terv, katasztrófa terv, ha én hívhatom így az én olvasatomban, ami a jelenlegi klímakatasztrófa és környezetváltozási problémákra adhat némi segítséget, megoldást. Köszöntöm a kedves nézőket, nagyon hálás vagyok a meghívásért, nagyon jó érzés itt lenni. Nagyon szépen köszönöm, hogy egy ilyen konstruktív beszélgetést indíthatunk ebben a fontos témában. Azzal kezdeném, hogy tehát a környezetvédelemről, a klímakatasztrófáról fogunk beszélni. Én azzal kezdeném, hogy az emberi lény olyanná vált a földbolygó, illetve az élőhelye számára, mint maga a rákos sejt, a daganatos sejt, azzal az önző parazita életmódjával, élősködő önzőségével, ahogy felzabál mindent, ahogy kiaknázik mindent, ahogy elhasznál mindent. Most azért beszélhetünk energiákról, beszélhetünk bármiről, amit a természet, a bolygó nekünk ad, és maga az ember a 21. századra eljutott oda, hogy bizony-bizony túlfogyasztotta a dolgokat, mértéktelenül, talán kellő tudatlanságból, de már elértünk egy olyan állapotot, ahol bizony szűkösségeket tapasztalunk meg, illetve a földbolygó, illetve a természet reagált erre. És én innen indítanám, hogy Ernőtől tudtam meg, hogy körülbelül 2040-45-re itt game over lesz, tehát az emberi civilizáció, az egész ökoszisztéma olyan sérüléseket szenvedhet el, amit nem fog túlélni. És hát azért nem feltétlenül erről szeretnék először beszélni, hanem Ernőről, aki több évtizede kutatja ezt, aggódik a környezetért. Ilyen témában vannak végzettségei, tanulmányai, tanítod ezt, és konkrét cselekvési tervig jutottál el ebben, hogy ez honnan eredeztethető a te életedben. Ez egy nagyon érdekes dolog, mert utólag jöttem rá, hogy ez nekem küldetésem. Tehát közben még alakult ez az egész az életemben, addig nem tűnt föl, hogy minden erre hegyeződik ki körülöttem, az összes szenvedésem, az összes botlásom, az összes tanulásom, az összes szakmai és nem szakmai fejlődésem, ez mind erre hegyeződött ki, mert meglepő módon már gyerekkoromban is az zavart a legjobban, hogy mondjuk emlékszem, hogy 4 éves lehettem, és leesett a hó a városba, és 2 óra alatt az emberek összemocskolták a gyönyörű hófehér felületeket, ugye salakot szórtak, hogy az autók tudjanak menni, meg gyalogosan tudjanak járni, meg homokot, meg minden, és nem értettem, hogy az ember hogy tud ilyen mocskosan élni. De ugyanígy undorodtam a füsttől, amit a kiokádnak a kémények, a kocsikból kívül kipufogógáz, és nem értettem, hogy ez miért jó nekünk. Ez csak a gyerekkori élmény. Aztán 10 éves koromban elkezdett kongani a fejemben az a kérdés, hogy mi a megoldás az ember és a természet egyensúlyára. És amikor a 10 éves korom végén hallottam először a klímaváltozásról, tehát most már mondhatom, hogy 30 éve, akkor még elkezdett kongani a fejembe az a kérdés, hogy mi a megoldás a klímaváltozásra. És az ott ez a kérdés mindig ott kongott a fejembe. Tehát soha nem volt olyan hetem vagy hónapom, hogy ezen ne agyaltam volna, mint hogyha ez egy ilyen, és utólag, mikor összeállt ez a rendszer, ami most már hál' Istennek nagy sikerű könyvként egyre többen olvasnak, és ez azért fontos, hogy sokan olvassák, hogy elinduljunk egy helyesebb irányba. Akkor döbbentem rá, tehát amikor 2019-ben összeállt a fejembe a kép, a megoldáscsomag, akkor döbbentem rá, hogy tulajdonképpen minden, ami történt velem, az erre hegyeződött ki. Tehát, hogy ez volt a végcél. És azóta ezt ilyen
Őzetlen küldetésként csinálom, mindenhol megyek előadni, ahol csak hívnak, teljes mindegy, általános iskolás gyerekek, vagy valamilyen szakmai szervezet, és most az angol nyelvű változatot is került kiadni, mert külföldi országokban is egyre több helyről érdeklődnek a megoldáscsomag és a könyv iránt, és így próbálom így terjeszteni, mert 25 év gondolkodás van mögötte, szakmai gondolkodás, és kb. 30 év emberi gondolkodás, mert hát már középiskolában is ilyen témákkal tanultam, úgy akkor még tanulóként, tehát ez után egyetem, stb. Ez mindig ott kongott a fejemben. Annyi volt a különbség, hogy 2019-ig akárhányszor azt gondoltam, hogy találtam valamilyen megoldást, mindig fel tudtam tenni magamnak olyan kérdést, ami azt igazolta, hogy a megoldásom hiányos, részleges vagy nem jó. És 2019-ben fogytak el a kérdéseim. És akkor utána szétküldtem kb. 20 olyan szakembernek, akiket én tisztelek valamiért, mondjuk zseniális matematikus, zseniális ökológus, tehát, és akik mondjuk valamilyen érzékenyek a klímatémára, és elküldtem nekik a kézirat, nagyjából nem ezt a változatot, mondjuk 80%-os változatát, és mondtam nekik, hogy nézzétek meg, és kapjátok szét, mondjátok meg, hogy hol a hiba. És akkor azt küldték, hogy ez a rendszer, ez így jó. Egyedül azt egyesek annyit véleményt adtak, hogy nem biztos, hogy lesz az emberiségnek elég ideje ezt megvalósítani, ebbe egyébként egyetértek. És de ezen kívül más ellenér nem jött. És akkor utána még mindig nem mertem kiadni könyvbe, hogy, mert még mindig azt éreztem, hogy nem igaz, hogy kerek. És akkor csináltam egy választott tantárgyat az egyetemen, amit nagyon nagy sikerű, imádják a hallgatók, sokan veszik fel. És az a feladat mindenfélében, hogy aki föltesz egy olyan keresztkérdést, amely bizonyítja, hogy hiányos vagy problémás a rendszer, azonnal megkapja az ötöst mindenféle fél év teljesítés, meg egyéb házi feladat bármi nélkül. Persze, hogy motiváltak lesznek hallgatók, hogy egy kérdésért azonnali ötös, és nem tudtak, tehát több mint 200 hallgató lehallgatta, kreatív egyetemista hallgató lehallgatta a tantárgyat, és ezen az egy érven kívül, nem biztos, hogy az emberiségnek lesz elég ideje ezt megvalósítani, nem tudtak ilyen kérdést föltenni. És erre nem biztos, hogy lesz az emberiségnek elég ideje megvalósítani, erre azt szoktam válaszolni, hogy igaz, de ez a rendszer azért jó, mert minél, tehát abban a pillanatban, hogy belekezdünk, elkezdjük kitolni időben a klímakatasztrófa idejét. Tehát magunk előtt toljuk a bajt, egyre távolítjuk magunktól, és nem közelítjük. És tulajdonképpen az én elképzelésem szerint a mi generációnk már nem is tudja ezt a problémát megváltoztatni. A mi generációnk egyetlen egy dolgot tud csinálni, de azt meg kell, hogy csinálja, mert különben a többi generációnk már nem lesz mit csinálnia. A mi generációnknak az a dolga, hogy 120%-on megfeszülve ki kell tolnunk a klímakatasztrófát, tehát az összeomlás időjét 2040-50 közöttről 2060-70-re. Ennyit tudunk csak csinálni. Nem tudunk már mást elérni, akkor már a lejtőn a húzóerő. És a következő generációk fogják azt, a következő fogja elérni a tetőzést, a rákövetkező három meg vissza fogja hűteni a bolygót, és vissza fogja regenerálni. Tehát öt generációs, jó, nagyon komoly, tudatos, egymásra épülő munkájával lehet ezt megvalósítani. És amikor azt mondja valaki, hogy erre nincs idő, akkor ezt szoktam mondani, hogy szerintem ezzel a metodikával van egy. Kettő pedig, ha nincs idő, akkor amíg nem talál ki valami jobbat, akkor is ilyen úgymond remény hal meg utoljára alapon, menjünk legalább erre, mert legalább kitoljuk a balhé határvonalát, és addig lehet, hogy kitalál valaki jobbat. Tehát, hogy legalább induljunk el. Veszteni valónk nincs, mert jobbat. Én 25 éve elolvasok minden szakirodalmat a témába. Nem nagy képűségből szeretném mondani, mert ez nagyon távol áll tőlem. Tehát azt gondolom, hogy teljes alázattal és szerénységgel mondom, de sajnos nagyképűen hangozhat, hogy egyelőre nem olvastam jobbat. Alig várom, hogy olvassak jobbat. Az a jó a rendszeremben, hogy egy, olyan, mint egy nyitott forráskódú rendszer, tehát integrálható bele akármi, és formálható. Tehát magyarul, ha valaki kitalál jobbat, akkor lehet, hogy összeintegrálható. Lehet, hogy akkor ezt ki lehet dobni, és lesz érte más. Nagyon várom, hogy valaki kitaláljon jobbat. Nagyon nyitottan olvasom azóta, és hát, ha valaki előrukkol vele, de amíg nincs, addig legalább menjünk erre. Itt meg is ragadnám a szót, hogy általában az emberek megcsinálják a bajt,
összerondítják a kis körülményeiket, és akkor várnak, hogy akkor majd valaki megoldja ezeket a dolgokat. És most is született, tulajdonképpen jogos volt a várakozásuk, mert megszületett egy tökéletes forgatókönyv. Ugye a probléma általában az emberek fejében van, de most már a probléma elkezdett kiterjedni. Igen, rendesen a természet visszajelez nekünk, hogy most már nem úgy vannak a dolgok, ahogy azt mi megtudtuk, megtapasztaltuk eddig, hogy korlátlanul visszaélhetünk ezekkel a dolgokkal, és bizony a természetnek azért óriási ereje van. Tehát az emberi dolgok meg sem közelítik azt, és amikor a természet megharagszik, vagy csak egyszerűen egy teljesen törvényszerűen, a természet törvényszerűségénél fogva visszajelzi azt, amit mi művelünk, akkor mi meg vagyunk sértődve, és akkor bizony már, és most már az az idő van, amikor mindannyian érzékeljük a bőrünkön. Ugye mondtam azt, hogy a probléma fejünkben van. Ernő, mik azok a dolgok, amiket a klímakatasztrófával és a környezetváltozással kapcsolatosan az emberek nem jól tudnak? Jó, hogyan lehet ebben valamit a fejben kiigazítani, hiszen azért ez nem ma kezdődött ez a probléma, nem ma kezdődött az erről szóló értekezések, figyelemfelkeltések, valamilyen szintű próbálkozások, ösztönzések arra, hogy baj lesz, változtassunk dolgokon, de az emberek ezt nem veszik komolyan. Mert ugye azt mondják, hogy hát mindig voltak ilyen ciklikus emelkedések, kiugró emelkedések, amiket túléltünk, tehát az ember számára azt gondolja, hogy túlélhető egy ilyen, nem biztos, hogy egy azon civilizáción belül, de lehet, hogy egy másik faj születhet egy új klímában. De mi a legnagyobb probléma szerinted? Miért nem veszik az emberek komolyan azt, hogy tényleg erre oda kell most már figyelni? Sokféle válaszadási alternatíva a fejemben. Mennyi időt kapok erre válaszra? Beszéljünk, és akkor nyitunk új beszélgetést, hogyha nagyon hosszú. Jó, én ezt az egész kérdést, ez egyébként szoktam a hallgatóinak mindig mondom az egyetemen, hogy egy jó kérdés 100-től többet ér, mint egy jó válasz. És ez egy csodálatos kérdés szerintem, ami egybe az egész, tehát annyira jól kinyitja ezt a problémát, és nagyon hálás vagyok ezért. Én azaz válaszolnék erre, hogy párhuzamba állítanám az emberi egót és a társadalmi egó fejlődését klímaváltozás szemszögből. Hogy mi történt, mi a párhuzam, amikor egy magánszemélyhez oda megy egy másik ember, és azt mondja neki, hogy figyelj öreg, 30 éve, amit csinálsz, az rossz. Tehát tétezzük fel, hogy az a másik ember legjobb tudása szerint csinál, amit csinál, teljesen mindegy, az mi. És oda megy valaki az, és azt mondja, figyelj, 30 éve hülyeség, amit csinálsz, és rossz, és helytelen, és nem így kéne csinálnod. Az elsőrendű reakciója a magánszemély egójának, hogy azonnal bevédekezik, akár még ellen is támad, mondjuk, bocs, hogy szó szerint mondjuk ilyet mondok, mit képzelsz te köcsök, hogy ilyet mondasz nekem, egy szélsőséges válasz, vagy mi van, ugye minden kocsmaverekedés ezzel a három szóval kezdődik, ugye egy szélsőséges válasz, másik válasz meg, hogy elkezd bevédekezni, hogy valamilyen érveléssel, olyan ellenérveléseket talál ki, amivel bebizonyítja, hogy amit csinál, az jó. Nehogy már nekem megmagyarázd, én tudom, mert ez van, az van, fősorolja a tényeket, minél több tényet, és az ego állandóan racionalizáló, tehát ő mindig azokat a tényeket fogadja el igazságnak, ami az ő valóságképével egyezik. Na most, ez volt az első szakasz a társadalom életében is, mert amikor elkezdték, most már nagyjából tömegesen a 70-es években a tudósok mondogatni, hogy klímaváltozás van, baj van, kéne nagyon cselekedni, akkor az emberi társadalom, a politikusok, a tudósok másik fele, mert ott még megosztott volt azért a tudomány, és a cégek, szervezetek, sok mindenki úgy reagált, hogy ez egy hülyeség. Elkezdték azokat az érveket gyűjteni, hogy ez miért hülyeség. A föld tengelye ferdül, a természetes felmelegedési ciklusok, az egyébként se tehet róla az ember, meg ezek a csomó ilyet tudnék sorolni, ezek mind tudományosan bizonyítottak, hogy ezek téves rögeszmék,
És nagyon sok közülük bizonyított, hogy az olajlobbi a változás hátráltatása céljából nagyon sok pénzt tölt abba, dollár, milliárdokat, milliókat, hogy kutatókat lefizessen, egyetemi tanszékvezetőket lefizessen, és olyan alapítványokat csináltak, amelyeken keresztül ontották ezeket a híreket a világba. Olyan leleplező riport is van, hogy most nem is szó szerint mondom az amerikaiból fordított címét, de az alapítványnak az a szemmel, hogy a Föld klímáért alapítvány, ugye? És közben az olajlobbi pénzeli, és tanszékvezető, környezetvédelmi témával foglalkozó tanszékvezetőket fizetnek le arra, hogy nyomják a vakert, meg akadémikusokat, hogy figyelj, nincs is akkora baj. Na és akkor ezt az ego nagyon könnyen bevette, az emberek egója, mert mi van? Azt mondják nekem, hogy az elmúlt 100-150 évben rosszul csinálunk mindent, amit eddig csináltunk helytelenül, és sokkal könnyebb azt elfogadni, ez nem igaz. Ugyanúgy reagálunk, mint az a magánszemély, akinek így beszólnak, ugye? A következő szint az van most, amikor sokat mondogatják ennek az embernek, hogy figyelj, és már egyre többen, hogy figyelj, 30 éve rosszul mit csinálsz. Akkor elkezd elgondolkodni, Józsi is ezt mondta, Béla is, a Karcs is, lehet, hogy van mellem valami íze, és akkor egyszer az egója megnyílik, és elkezd rálátni, hogy tényleg rosszul csinálta. Akkor mi a második ego, az ego második szintű reakciója? A hárítás. Azt mondja ez a magánszemély, hogy jó, belátom, hogy szarul csináltam az elmúlt 30 évben, de a Józsi tehet róla, mert ő mondta, nem tehetek róla, mert ezt tanították az egyetemen, nem tehetek róla, mert az információim tévesek voltak, nem tehetek róla, mert belekényszerítettek a politikusok, tök mindegy. Tehát kitalálom az érrendszeremet, hogy én miért nem vagyok ezért felelős. Ez a második szint. Mit csinál most a társadalom? A 2019-ben a lakosság, az európai lakosság 91%-a mondta, ez egy nagy lélekszámú felmérés, hogy a klímaváltozás tény, ember okozza, és az emberiség egyik legnagyobb problémája. Tehát végre eljutottunk az ego első szakaszán, túléptünk, beláttuk, hogy szarul csináltuk. És most mit hallok mindenkitől, akivel beszélek a témában, mert ugye végre már a klímaváltozás érdekes téma, végre lehet róla beszélni az emberekkel, mert 10 éve még akárkivel beszéltem, lesöpörték az asztalról, hogy én minek dumálok erről egyáltalán. Most már legalább lehet velük beszélni, de mindig ez van, hogy az én kibocsátásom kicsi, én nem tudok csinálni semmit, majd a politikusok megoldják, majd a tudósok megoldják, mert a brazilok égetik vagy pusztítják az esőerdőket, ők tehetnek róla, mert a repülőtársaságok tehetnek róla, az olajtársaságok tehetnek róla, tehát megy a hárítás, ugyanaz van, mint a magánszemély életében, hogy lehárítja, hogy hát nem én tehetek róla. Most ugyanez megy, de ez nagy társadalmi tömeges szinten. És amire nagy szükség van, és én ezért dolgozom, az ego harmadik reakciós szintje. Mit csinál a magánszemély, amikor egy fejlettebb lelkiséggel rendelkezik? Jön a harmadik belépés, egy rövid hárítási szakasz után jön a harmadik szint, amikor azt mondja, hogy figyeljetek, tényleg szarul csináltam az elmúlt 30 évben, belátom, nagyon sok rosszat tettem. Tény, hogy nem tudtam, hogy rosszat teszek, de megtettem. Ezért én most felelősséget akarok vállalni a tetteimért. Mostantól nem így fogok élni. Egy, kettő. Megpróbálom jóvá tenni azt, amit az elmúlt 30 évben elcsesztem. Ez az ego harmadik szintje, de ez egy spirituális szempontból, ez egy magasabb lelkiségű ember szintje, mert lássuk be, hogy az átlagember szintjén ezt az egónak ezt a felettségi szintjét nagyon sokan nem szokták egész életükben elérni, még a magánéletükben sem, egész életükben másokat hibáztatnak minden rossz ére, ami velük történik. De ez a harmadik szint, ez a spirituális fejlődésnek a belépő szintje, és ez a fejlőd párhuzamban, társadalmi szinten, ez a klímaváltozás megoldásának a belépő szintje, amikor tömegessé válik az az embertípus, amilyennek én is tartom magam, aki azt mondja, hogy szarul csináltam, belátom, én tehetek róla, vállalom a felelősséget a tetteimért, és mától megpróbálok mindent másképp csinálni, és ha már mindent jól csinálok, utána megpróbálom elkezdeni jóvá tenni, amit régen rosszul csináltam. És ezt a változást kell elérni. Ahhoz, hogy ezt a változást elérjük, a válaszok, a tömör válaszok a kérdéseidre. Az ember okozza a klímaváltozást.
tudományos tény, semmi más nem szabad elfogadni. Minden egyes érvelés, amit az interneten látnak, akár a hallgatók, akár akadémikusoktól, mindegyiket meg tudom cáfolni tudományosan. Nem akarok belemenni, mert erről órákat lehetne beszélni, hogy melyik érvelés típus hol hibás, de mindegyikre tudok választ adni. 25 éve ezzel foglalkozok. A klímaváltozás tény, könyörgöm, ne kezdjük el azt, hogy nincs is klímaváltozás. Második, az ember okozza a klímaváltozást. Ne kezdjük el azt, hogy természetes felmelegedési folyamat. Igen, egy természetes felmelegedési folyamat ciklusában vagyunk, de a természetes felmelegedési ciklusnak a sebessége olyan, hogy a felmelegedés ez alatt az időszak alatt nem 0,1 Celsius alatt lett volna. Tehát most meg közelítjük nem sokára másfél fokot. Tehát az a különbség, hogyha ilyen lassan melegszik a bolygó, akkor az evolúciós rendszer, a környezeti struktúra, az ökológiai rendszer tud alkalmazkodni a változáshoz, mert alacsony a változás sebessége. Most nagyon gyors a változás sebessége, és a fajok nem tudnak ehhez alkalmazkodni, és kipusztulnak. Elindult hivatalosan a 6. nagy kihalási folyamat. Kutatók ezrei definiálták, nem százai. Elfogadta a világ tudománya, hogy a 6. nagy kihalási folyamat elkezdődött, ami azt jelenti, hogy a dínók kihalása volt az 5., a dínók kihalása óta nem volt olyan időszak, ahol fajlagosan adott időegység alatt ilyen sok faj pusztulna ki, felgyorsult a fajok kipusztulásának sebessége. Ez azért van, mert a klímarendszer változási sebessége gyorsabb, mint ahogy a fajok tudnak hozzá igazodni. És ez olyan, ez az egész ökológiai rendszerünk olyan, hogy minden mindennel kapcsolódik, és hogyha elemeket elkezdünk kiszedni belőle, akkor a kapcsolati hálóba kiesnek csomópontok, és ezért egyre gyorsuló tempóba pusztul el a többi. Tehát ez egy exponenciálisan gyorsuló pusztulási folyamat, és ennek felültünk a vonatjára. Tehát ezt könyörgöm, minden hallgatót tisztelettel kérek, hogy fogadják el, hogy tény a klímaváltozás, ember okozza. Nem külső hatás. És akkor jön a harmadik tény, és ezt a legnehezebb bevenni, úgy látom az emberek gyomrának, hogy nem háríthatunk. A könyvemben bebizonyítom részletesen, itt most 40 perc lenne a bizonyítást elmondani, úgyhogy nem fogom elmondani, de hogy a videócsatornámon ott van külön olyan videó, ami csak erről beszél, de hogy alapvetően az a helyzet, hogy 8 milliárd ember aprónak tűnő, tudattalan, helytelen döntései okozzák a klímaváltozást. Ez tény. Tehát a válasz 8 milliárd ember aprónak tűnő, tudatos, helyes döntései tudják ezt megfordítani. Tehát ilyen egyszerű a válasz. Nyilván komplett megoldásrendszerként ki van dolgozva a könyvemben, de ez alapelv. Ezt el kell fogadnunk, hogy egységes alapelvként. Mert hogy a légitársaságokat lehet szídni akkor, ha én soha életemben nem ültem repülőn. Lehet szídni az olajtársaságokat, ha én soha életemben nem tankoltam be az autómba üzemanyagot. Lehet szídni a politikusokat, ha én soha életemben nem szavaztam rájuk. És lehet mondani, hogy a tudósok majd megoldják, megoldották, és bizonyították, hogy minden emberre szükség van a változáshoz. Tehát mostantól kezdve nem lehet lehárítani, minden embernek szüksége van a segítségére. Ami társadalmi összefogásban csináltuk a klímaváltozást, mert összefogtunk, hogy kizsákmányoljuk a Földet, mert nekünk ez kell. Ugye sáska üzemmód, amiről beszéltél. Megtettük. Jól éltünk, szuper volt. De most el kell fogadnunk, hogy amilyen társadalmi összefogásba az önzés logikája mentén elpusztítottuk, amit elpusztítottunk, most ugyanabban az összefogásban az önzés logikája mentén, mert a túlélésünk a cél, az önzés logikája mentén ugyanezt kell megcsinálnunk fordítva. És az utolsó záromondat, még egy nagy tévedés, a negyedik, amit örülök a jó kérdésnek, ki tudunk zárni az elején, amit nem szeretek. Azt mondja mindenki, még, ugye ez is a hárítás egy formája, hogy úgy neveljük a gyerekeinket, és a gyerekeink majd megoldják, mert ők már ebben nőnek föl, ők már így fognak élni. Rossz hírem van. A tudományos körökben bizonyított, hogyha ebben az évtizedben
nem lassítjuk le drasztikusan a folyamatokat, és a következő évtizedben nem állítjuk meg a tetőzést, most szén-dioxid kibocsátásra gondolok, akkor a gyerekeinek már nem lesz mit tenni. Hirtelen fog összeomlani a társadalom, egyébként ez már elkezdődött, tehát az előszeleit már érezzük, csak ezek a fajta aszályok, migráns helyzet, stb. Ezek kicsi, apró hullámocskák ahhoz képest, ami várható. Egyre durvábbak lesznek ezek. És tehát nem arról van szó, hogy majd 2045-ben hirtelen jön egy ilyen snit, hanem arról van szó, hogy zuhanó repülésbe mentünk, ami, hogy most már elindultunk egy lejtőn, ami szép lassan egyre meredekebb lesz, majd 40-50 között zuhanó repülésbe fog átváltani. Most ezt még ki tudjuk húzni, ezt a lejtőt emelkedőbe, akkor, hogyha ebben az évtizedben ezt megtesszük, amit kell. De ha ebben az évtizedben nem tesszük meg, akkor nem lesz mit tenni. Tehát annyira megyünk majd már akkor a lejtőn lefelé, hogyha padló fékezünk, akkor se fog, szét fog törni a fékünk, és ugyanúgy zuhanunk tovább. Nem lesz fizikai lehetőségünk rá. Akkor tényleg már csak arról lesz szó, hogy egy generáció éle még utána, vagy kettő, ilyen kérdések lesznek a Földön. Tehát alapvetően azt kell megérteni, hogy a mostani felnőtt generáció, tehát te, meg én, meg a nézők jó része valószínűleg aki felnőtt korosztályú, a mi kezünkben van a változás hatalma, a változás lehetősége, a változás ereje. És innentől kezdve nem szabad azt mondani azt az állítást, hogy nem, én nem tettek róla, meg én túl kicsi vagyok. Én családfőként hatok a családomra, a gyermekeimre és a nyugdíjasokra, mert az ő kezükben sincs már elég erő, és a gyerekeinkben meg még nincs elég erő. Én bennem van elég erő. És én egy családra tudok hatni, az már nagy dolog. Ha a szomszédokra tudok hatni, nagy dolog. Mindenki hat mindenkire. Össze vagyunk kapcsolódva. És nem mondhatjuk azt, hogy nem. Tehát ennek a generációnak kell tennie, aktívan, keményen, belemenősen, és ha nem tesz, és továbbra is hárít, hogy majd az olajtársaságok, meg a repülőtársaságok, meg a politikusok, meg amikor mindenhonnan hallunk, akkor elvesztünk. Ennyit szerettem volna válaszul mondani. Köszönöm ha szépen. Úgy érzed, hogy ez így kerek. Maximálisan egyetértek vele, és egyébként egy végtelen hálát érzek, amikor erről a könyvről tudomásom lett, mert igen, amíg csak megy az ijesztgetés, nem vesszük komolyan a dolgokat, nem vesszük figyelembe azokat a jeleket, amik már most megjelentek, hogy nincs élelmiszer, hogy háború van, hogy az egekben vannak az energiaárak, hogy nem tudjuk megoldani, összeborultak az évszakok, más az állatvilág körülöttünk, másképp viselkednek az állatok körülöttünk, tehetjük ezeket félre, mondjuk azt, hogy jó, hát nézzük meg, hogy mi a következő fejezet. De a következő fejezet, forgatókönyve az ez. És általában, amikor már a megoldás megszületik valamire, akkor vagyunk készen, tulajdonképpen készen állunk annak a megvalósítására. Tehát ezt az embereknek a fejében fel kell fogni, és tudatilag helyre kell tenni, hogy ez a könyv azért születhetett meg, és ilyen gyönyörűen összerendezve, mert készen vagyunk ennek a megcselekedésére. Említetted a spiritualitást, amit ugye Einstein mondjuk nem spirituálisnak nevezve, hanem egyszerűen energetikai tudománynak nevezve, hogy azon a szinten, amivel megteremtettük ezt a pusztulást, azt nem tudjuk megjavítani. Emelkednünk kell, fejlődnünk kell, meg kell tudnunk fejlődni, és meg vagyunk fejlődve, mert hiszen minden információ itt van. Tehát ahogy neked a képességed megvolt arra, megvan arra mai napig, hogy egy ilyet összeállítsál, nyilvánvaló, hogy innentől kezdve már csak emögé be kell állni, és végre kell hajtani. És ugye azon a szinten, amin ezt teremtettük, ezeket a dolgokat, ez fáj, nem fáj, az embernek saját magának kell egy szintet lépnie, tudatosságban, felelősségvállalásban, pont úgy, ahogy te megfogalmaztad, és utána, most még abban az elkényeztetett helyzetben vagyunk, megint csak, hogy itt van egy kész anyag. Arról, hogy mi van ebben a könyvben, arról egy következő beszélgetésben szeretnék beszélni, de beszéljünk még egy kicsit arról, hogy hogyan reagál a vezetés arra, ami történik ma. Tehát egyrészt van olyan vezetés, amelyik háborúval reagálja le ezt a helyzetet. Megpróbálja az embereket még valami fajta
kényszerbe, belátásra téríteni, mert a háború senkinek nem szimpatikus, mindenki el szeretné kerülni. A háború viszont generált egy csomó energetikai áremelkedést, olyan dolgokat, hogy az emberben, az értékrendjében újra felértékelődjenek azok a dolgok, hogy meddig van tiszta levegőm, meddig lesz télen meleg a szobában. A legalapvetőbb biológiai szükségleteink kerültek már veszélybe, és a világban zajló események ezt tisztán visszatükrözik. Nem csak visszatükrözik, hanem kényszer helyzetben vagyunk már most, és egy ilyen klímakatasztrófa egy emberiség civilizáció kipusztulásával fenyegető kataklizma a legnagyobb lehetőség arra, hogy felébredjünk a korábbi életvitelünkből, életmódunkból, minden téren, az oktatás terén, a gyógyítás terén, minden téren, de a legalapvetőbb területeken is. És hogyan reagál a világhatalom erre? Azért az elmúlt években történt egy nagy pandémia, ahol valószínűleg a világhatalom tudja, hogy hát 8 milliárd ember számára ilyen feltételek és bolygó körülmények mellett nem lesz elegendő élelmiszer, nem lesz semmilyen olyan feltétel teljesíthető, amire szükségünk van. Hát tizedeljük meg, pusztítsuk ki a népesség nagy részét humánus módon, vagy legalábbis lehet, hogy ez még csak egy figyelmeztetés volt, hogy ez lesz, hogyha mi nem hajtjuk végre azokat a változásokat a saját életvitelünkön keresztül, ami mindenki számára további élhető körülményeket, illetve az utánunk következő generációk számára is az emberi faj fenntartását lehetővé teszi. Hogy látod, te mennyire vagy támogatva, Ernő, ebben a projektben olyan szintekről, akik rájöttek arra, hogy bizony lehet, hogy én egy nagy politikai székben ülök, de az, hogy lesz-e levegőm, lesz-e élelmiszerem, az saját érdekem is. Tehát itt mindenki egyénileg érdekelt abban, bármilyen pozíciót tölt ma be a világban, és pont ezért feltételezem, hogy elkezdtek ébredni azok a szervek is, akiknek lehetőségükben áll olyan szintű támogatást adni egy ilyen projekt mögé, ahol globálisan, egy összefogással meg fogjuk tudni ezeket a lépéseket valósítani. A válaszom két irányba fog mozdulni. Az első az, hogy 2019-ben írtam meg a kéziratot, és 2021-ben adtam ki a könyvet. Tehát sajnos még olyan, tehát most kezd a könyv úgymond robbanni, tehát egyrészt nagyon sokan veszik, másik részről nagyon sok helyre hívnak előadni. Hálás vagyok, hogy ide is eljöhettem, és köszönöm. És nagyon sok visszajelzés is jön most már interneten, itt-ott, mindenhol. Tehát most kezd a rendszer ismerté válni. És magas szintű politikusokkal még nem tudtam tárgyalni ez ügyben. Klíma védelemmel nemzetközi, tehát Európai Unióban dolgozó, magas szintű, magyar klímavédelemmel foglalkozó szakembereknek, akik ott vannak az Európai Bizottságban, itt-ott küldtem a könyvből, de sajnos egyikük sem küldött még egy köszönöm választ sem, pedig önzetlenül küldtem, hogy olvasson bele, és a talán értékes gondolatot építse be a munkájába. De az is lehet, hogy egy vastag könyv, sok a dolga, nem tudtam még elolvasni, azért nem köszönte még meg, tehát bármi lehet, tehát nem, ez nem bírálat. Tehát én próbálom ingyen terjeszteni ugye a könyvet, hogy nagyon sok olyan embernek küldöm el, aki vagy társadalmi szinten tudhatni az emberekre, sok emberre, vagy politikai szinten, vagy szakmai szinten, és én ezeknek az embereknek, akik valakire rátalálok, akkor én neki szoktam küldeni tisztelt példányt. Így próbálok ezért aktívan tenni. Tehát én azt gondolom, hogy egyelőre még ez nem lett, tehát így ez a rendszer még nem jutott el olyan szintekre, ahol nagy döntéshozók vannak. De ez a könyv eleve az alulról jövő kezdeményezésekben hisz, ennek az erejében. Minden társadalmi változás alulról jövő kezdeményezésből indult. Teljesen mindegy, hogy a
az ipari forradalomra gondolunk, vagy a nagy francia forradalomra, vagy hogyan lett az ókori civilizációkból feudalizmus, tehát mindent alulrajövő kezdeményezések indítottak el. Ez a változás is így fog létrejönni. Tehát amíg arra várunk, hogy majd a nagy politikusok megmondják a tutit, és mindenki megy utánuk, 50 éve vannak klímakonferenciák, meg környezetvédelmi ENSZ konferenciák, meg mindenféle ilyen. Hiába hoznak föntről döntéseket, még azt se tartják be, amit megígérnek. Tehát nem fog megváltozni a világ attól, hogyha nagy politikai szintre ez fölkerül és beleszeretnek. Hangsúlyozom, hogy gyorsítana a folyamatokon, ha föntről is ugyanazt akarnák, meg lentről is, tehát örülök neki, de nem ez a fő cél. Én a társadalom minden szintjén próbálom ezt propagálni, nem az a célom, hogy a nagy politikusok majd hoznak olyan jogszabályokat, ami tudod, mert ez egy lassú, ez nem fog működni. A másik válaszom az, ami jó hír, hogy polgármesteri szinten, nagyon sok polgármester, mikor elkerül valahogy az előadásomra, vagy több településre ők hívnak, hogy a településbelieknek tartsak előadást, és azt látom, hogy a polgármesterek el vannak keseredve, mert látják, hogy jön a klímaváltozás, látják, hogy nagy a baj, de ötletük sincs, mit csináljanak. És amikor adok nekik egy ilyen rendszert, akkor belelkesednek, hogy végre valaki, aki nem csak arról beszél, hogy mekkora a baj, hanem arról beszél, hogy jó, baj van, de ez csak arra való, hogy fölébredjünk, hogy te is mondtad, és egyébként meg ez egy ordinári nagy lehetőség, hogy egy boldogabb jövőbe vezessük az emberiséget. Oké, hogyan? Itt a módszer, csináljuk. És most az első nagy örömhírem, ez 2 hónap ezelőtti hír, hogy 20 településsel, ez egy agglomerációs elven kialakított megoldáscsomag, és 20 településsel megalapítottuk Magyarországon a világ első agglomerációját. 20 polgármester ezt akarja. És ez egy nyitott agglomeráció, amihez lehet csatlakozni egyébként. És most próbálunk azon dolgozni, ingyen bérmentve csinálok mindent, tehát egy fillért nem kérek érte, hogy azt vizsgáljuk, hogy a Magyarország és az EU-s jogrendbe hogy lehet ezt úgy beépíteni, hogy ez hatékonyan tudjon működni a jogszabályi struktúrán belül. Mert hogyha jogszabályi változások kellnek, vagy valami, akkor az belassít. És most azt játsszuk, mert ez egy ideális forgatókönyv, de meglévő, tehát úgy van kitalálva, hogy demokratikus elvek alapján, az önzés érdeke mentén megvalósítható, de most azt vizsgáljuk, hogy a mostani aktuális kormányrendeleti szinten hogyan lehet ezt elindítani anélkül, hogy beleütköznénk valamilyen EU-s vagy hazai tiltó paragrafusba, hogy tudjuk, melyik azok a lépések, amelyek jogszabályváltozás nélkül már egyből megvalósíthatók, és melyek azok, amikhez lobbiznünk kell azért, hogy mondjuk egy EU-s direktívába bekerüljön valami, vagy egy hazai jogszabályba. Most épp ezen dolgozunk, remélem hamar túl leszünk ezen, és akkor már valószínűleg tudunk majd hírt adni olyan mintabeavatkozásokról és a hatásairól, amit elkezdtünk közös erővel, és nagyon-nagyon hálás vagyok ennek a 10 polgármesternek, vagy 20, bocsánat, 20 polgármesternek, amiért nyitottak, de azt látom, hogy ugyanúgy az önérdek húzta be őket ebbe, mert az elkeseredés, a tehetetlenség érzéséből jöttek ki, és elindultak ezen az úton, és Magyarországot, az egész Magyarországot egyébként 5 agglomerációval lehetne lefedni, hogy egész Magyarország elinduljon ezen az úton. És ennek az egyik agglomerációnak a szélén 20 település ezt most elkezdte, és nyitott abba az irányba, amerre ő neki fejlődnie kell, és próbálunk egyre több települést bevonni, dolgozom ezen is. Tehát az első agglomeráció fölfejlődése megindult, hivatalos tény, és remélem, hogy majd a többi régióban is ugyanígy egy sejtként elindul, és elkezd majd ez a kezdeményezés fölhízni. Igen, azért nagyon csodálatos ez a modell, amit kidolgoztál, mert ugye minden egyén reprezentálja az egészet, és itt egyéni szinten, ahogy mondtad, alulról jövően el lehet kezdeni dolgozni, és ez azért nagyon fontos, mert én számomra ez lehet ugyanúgy egy kifogás, amit az elején mondtál, hogy az ego reakciója. Látható az is, hogy azért a világhatalomnak is van valami forgatókönyve erre a klímaváltozásra. És ezt onnan lehet talán felfedezni, hogy ugye egyrészt népességcsökkentésben gondolkodik, másrészt olyan korlátozott, az emberek szabad életét korlátozó szabályok
városkák, karbonrendszerek, stb. Szigorú bevezetésére törekszik, illetve ösztönöz minket arra, hogy legyen napelemünk, meg legyenek környezetbarát kibocsátású termékeink, eszközeink, fűtésrendszerünk, stb. És utána meg szabályokkal árt neki. Tehát ösztönöz arra, utána meg úgymond, mintha szankcionálná. És ez nem feltétlenül harmonizál azzal, hogy ők ezt valóban komolyan gondolják, hogy nem a klímaváltozásban gondolnak, hanem ahogy te fogalmaztál, valamilyen fajta önérdek vezérli itt őket, és azt gondolom, hogy az egyénnek itt még nagyobb feladata van, mert most be kell fejezzük azt, hogy nyafogunk. Eljutott odáig az emberiség, hogy vége van annak, hogy én ragaszkodom azokhoz a fajta szabadságokhoz, azokhoz a fajta életmódokhoz, hogy ide utazom, oda utazom, ahova akarok, annyit fogyasztok, amennyit akarok, hanem be kell fejezni, és a sarkunkra állva egyfajta önkéntes megszorítással és változással tudjuk elérni azt, hogyha nem akarjuk megvárni azt, hogy a fejünkre legyen rakva megint valami lakat, vagy valami rács. De te hogy látod ezt? Mert léphetünk kettőt előre, ha utána egyet visszapofoznak, hogy mennyire tudunk gördülékenyen haladni, és én tudom, hogy te megvalósítottad javarészt már azt, ami a könyvedben van. Hát 70, a család szinten mondjuk 70-80%-ban már megvalósítottam, és talán, ha így akarja Isten is, akkor mondjuk 2 éven belül üzemeltetés szinten, tehát nem életciklusra, de üzemeltetés szinten karbonsemlegesek leszünk, és onnantól kezdve el fogok kezdeni karbon negatívvá válni, hogy a múltbeli általam okozott problémákat kipucoljam a légkörből. Erre ma már technológiailag mindannyian fel vagyunk készülve, tudományosan is, de megint két irányba válaszolnék. A változás az sosem lineáris, hanem mindig hullámzó. Nézzük a magyar napelemes példát, amit említettél. Az Európai Unió azt támogatja, hogy minden zöld energiát át kell venni a hálózatba. Tehát ez, ami itt Magyarországon történik, ez egy unió ellenes magyarországi reakció, politikai reakció. Hangsúlyozom, hogy nem beszélek a mostani politikai mainstream ellen sem, és mellette sem. Tehát én most ezt csak szakmailag szeretném megítélni. Tehát én nem vagyok se fideszes, se szoci, mert ketté van szakítva a társadalom Magyarországon, és szerintem ez is rossz. Tehát én nem vagyok semmilyen. Ezt nagyon fontos kijelentenem. Nem is voltam. Soha. De a lényeg az, hogy mi történik. Tehát ez mögött nincs semmilyen összeesküvés elmélet dolog, mert annyifélet hallottam erről, hogy Dunát lehetne, csak erről kérdésről, hogy Dunát lehetne rekeszteni. Mi történik? A háború miatt a magyarok hirtelen felébredtek, meg jók voltak egyébként az aktuális pályázatok is, és hirtelen elkezdtek a magyarok sok napelemet venni, nagyon sokat, sokkal többet, mint előtte, mert szerettek volna gázról lejönni, féltek, hogy nem jön a háború miatt, majd mi lesz, ha télen nem jön a gáz Oroszországból, fűtsünk árammal, de az drágább, kompenzáljuk a napelemmel, akkor olcsóbb lesz, mint a gáz, egyébként meg védjük a klímát, stb. Tehát nagyon sok ember ébredt fel, és indult ezen az úton hirtelen egyszerre. És a hálózati visszatáplálás sok napelemmel, sok ponton, az nagyon sok hálózati fejlesztést igényel az országos hálózaton. Ezt az országos közszolgáltatói rendszer ilyen gyorsan nem tudja lefejleszteni. Az állam ilyen gyorsan nem tud mögé fedezetet tenni, mert hatalmas milliárdokról van szó, nem 2-ről, meg nem 10-ről, hogy ezt a nagy értékű hirtelen zöld energia betáplási igényt le tudja kezelni megfelelő módon.
és mivel nem tudták a rendszert ilyen gyorsan a változáshoz hozzáigazítani, ezért behúztak egy féket, hogy akkor ne, mostantól, mit tudom, a január 1-től nem lesz szaldós elszámolás, és akkor most mindenki ki van borulva, hogy hát akkor már nem is éri meg napelem, meg ellene mennek, meg izé, meg üzletileg így érdekli, meg mindenféle ilyen furább reakció. Ez átmeneti lesz. Tehát én ebben biztos, hogy két okból éreztem, az EU nem ezt akarja. A másik pedig azért, mert amikor a rendszer, majd a hálózati rendszer fejlettségi szintben utoléri ezt a hirtelen igénynövekedést, akkor ezt szépen ki fogják megint nyitni. Tehát ez egy egyszerű műszaki kérdés, és ez műszaki gazdasági kérdés, ami nyilván összefügg. Tehát magyarul ettől nem kell megijedni. Ilyen negatív visszacsatolások mindig vannak minden hirtelen változásnál. Ez az egyik dolog. A másik dolog ez az önmérséklet kérdése, amiről beszéltél. Egy olyan embernek, aki jó módban él egy lakásban, egy luxusautóval, és a szabad idejét arra költi, hogy plázába vásároljon, és a Seychelles-szigetekre menjen nyaralni, vagy ha ott már unja, akkor a nem tudom hova, Bermudákra, repülővel, és ő ebben a borzasztó jólétben él, és az ökológiai lábnyoma fölér 300 etióp családéval, vagy 15 magyar átlag családéval. Ő erre büszke, és ő ebben úgy érzi, hogy ebben ő boldog, és úgy érzi, hogy ha őt elkezdik piszkálni, hogy ne repüljön a Seychelles-szigetekre, vagy ne vegye meg a 142. pár cipőjét, ami éppen most a divat, akkor úgy érzi, hogy az ő személyes egója korlátozva van, és borzasztóan, hogy hangot fog hallatni ennek, hogy hát mit képzel a világ. Ez azért van, mert ez az embernek a lelki rezgés szintje, erről külön fejezet van a könyvben, elég alacsony. Nem azt mondta, hogy minden gazdag embernek alacsony lelkirezgés szintje, hangsúlyozném, hanem ennek a fajta életviteli embernek alacsony a lelkirezgés szintje. Tehát egy bizonyos a lelkirezgés szintek tipizálását Hawkins professzor úr végezte el, ebben a csatornában biztos volt erről már többször is szó, és tudományos doktori értekezésben védte meg mérésekkel igazolva, tehát aki elkezdi azt, hogy ez hókusz-pókusz, meg kamu, nem, ez tudomány. És az a bizonyított tény, ami Hawkins professzortól jön, és ezt a tényt beépítette a megoldáscsomag a könyvbe, hogy ahogy emelkedik a lelki rezgés szintünk, úgy megváltozik a fogyasztással kapcsolatos igényünk. Tehát minél én éltem, én abban a bal szerencsében és szerencsében vagyok részesülve, hogy én a szégyentől, a legalacsonyabb lelki rezgés szint, a megvilágosultságig mindegyik lelki rezgés szintben tartózkodtam hosszabb, rövidebb ideig. A magasakban rövidet, az alacsonyakban évekig, évtizedekig. És ez miatt a teljes Hawking skálát átéltem, és pontosan érzékelem, látom, emlékszem, hogy minden egyes lelki rezgés szintnél más a valóságképünk, más az igazságképünk, más tényeket fogadunk el, és más a fogyasztáshoz és az addikciókhoz, függésekhez való viszonyunk. És az a helyzet, hogy hiába mondjuk az embereknek, hogy fogyaszt kevesebbet, nem fog, ha csak nem lesz gazdasági világválság, ami rákényszeríti, de hogyha azt mondom az embereknek, hogy figyelj, ha a lelki rezgés szintedet tudatosan emeled, és akkor ezáltal az a belső üresség, amit nap mint nap érzel, amikor éppen nem fogyasztasz, mert érzed, hogy valami nem stimmel, de akkor gyorsan elmész a plázába venni egy 142. cipőt, és akkor átmeneti boldogságérzés jön, és akkor elburkolja, elfeledteti ezt a belső ürességérzést, ami elől menekülsz. Hogyha azt a belső ürességérzést akarod megszüntetni, akkor azt úgy tudod, hogy a lelki rezgés szintedet tudatosan emeled. És hogyha tudatosan emeled a lelki rezgés szintedet, akkor automatikusan fog megváltozni belső igényből a fogyasztási szokásod, mert nem lesz rá már igényed. Tehát nem kell erőből neked lerakni, hogy jaj, meg akarom menteni a földet, nem veszem meg a 142. pár cipőt. Vedd meg!
Csak fordítsd meg az életedet, és a lelki fejlődésedet tedd életed középpontjává újra, mert erről megfeledkeztünk évtizedekig, az elménket csiszoltuk, meg a testünket. Külsősége fontos, az anyagiak, meg hogy tudásban, minél több tudást szívjunk magunkba, és elfeledkeztünk a lelkünkről, és ha a lelki fejlődést teszed életed középpontjába, és elkezd emelkedni a lelki rezgésszintet, belső igényként automatikusan fog az megváltozni, hogy nem azért nem fogod megvenni a 142. pár cipőt, mert megerőszakolod magad, hogy most a föld védelmében nem veszem meg, hanem azért, mert igényként meg sem jelenik. És ez az önérdek mentén történő változás, persze sok más dolog is van a könyvben, de a válasz, hogy ez fogja, tehát és amit mondtál, hogy a tudati szintemelkedés, amit mondtál, ez ugyanarról beszélünk, csak én Hawking skálába, racionalitás szintjére lefordítottam az embereknek, hogy ők értsék meg, hogy ezt fizikailag lehet mérni, tudjuk, hogy kell csinálni. Tehát ma már a spiritualitás nem hókusz-pókusz, hanem racionálisan mérhető dolog, és én mérnökként mondom, és meg lehet határozni, hogy hogyan tudunk ezen a skálán emelkedni, és egy nagyon fontos tény szeretnék a hallgatóknak kijelenteni, mert hogy én ezen a skálán végigmentem egy bizonyos szintig, hogy minél magasabb a lelki rezgésszintünk, annál boldogabbak vagyunk, egyértelmű korreláció van a kettő között, nincs appelláta, ez tény, ez ugyanolyan tény, mint hogy a klímaváltozás tény, és a másik nagyon fontos dolog, hogy minél magasabb a lelki rezgésszintünk, annál harmonikusabban élünk a környezetünkkel és az embertársainkkal belső igényből. És ez az egyik nagy kulcs ennek a megoldásnak. A tudati emelkedés, lefordítva a lelki rezgésszint emelkedése. Ebben a könyvben egy fejezet van erről, mert sok más megoldás is van, nem csak ez nyilván. És a második könyv, ami most jelenik meg a hetekben, az úgy próbál segíteni az embereknek, mivel én végigjártam ezt az egész Hawking skálát életem útján, és pontosan látom, hogy hol mi történik, és mivel ezeket én meghaladtam, feljebb lépegettem az életem során, ezért kialakult bennem egy módszer, hogy hogyan lehet tudatosan lelkirezgésszintet emelni, és gyorsan és hatékonyan, és ezért úgy próbálok most segíteni az embereknek, hogy egy könyvet adok arra, egy ugyanolyan útmutató, mint a klímaváltozás megoldására, ez már a magánszemélyhez szól, és arról szól, hogy figyelj, úgy érzed, hogy valami nincs rendben az életedben? Emeld a lelki rezgésszintet, itt van, hogy hogyan, megteszed és emelkedni fog, és megoldódik. És ezzel próbálom kiegészíteni a megoldás csomagot egy másik gyakorlati útmutatóval, ami meg a lelki rezgésszintet, mert az közvetetten fog kihatni az egész rendszer változására, belülről fog kihatni, belülről fogja kisugározni a változást. Egy tökéletes teljesség áll az emberek rendelkezésére, tényleg nagyon szépen köszönjük. Ernő, hol elérhetők a könyvek? Milyen fórumaid vannak? Van-e weboldalad? Mesélj egy picit arról, hogy a mindennapokban hogyan tudod ezt eljutatni ezeket az információkat az emberekhez? Hát hálásan köszönöm, hogy ilyen propagálási lehetőséget is kapok. A könyv minden nagyobb könyvesboltba kapható, és ami saját kiadónk weboldaláról is rendelhető. A weboldalunk címe és az összes olyan oldal hívószava, ami hozzám kötődik, az négy angol szóból lévő mozaik szó, ez a Just Do Better World, azaz tedd jobbá a világod, tehát ez a Just Do Better World, ez a www.justdobetterworld.hu a könyvek weboldala. Just Do Better World-ön van Facebook csoportunk, ahol minden hírt fölteszünk, nem csak ez az én dolgaimról, hanem klímatudatosságról, lelki tudatosságról teszünk fel híreket, hashtag egyre többen vagyunk ott. Ott csoportosulnak azok az emberek, akik hiszik, hogy ez a rendszer a megoldás. Aztán van egy blogom, az már régebb óta csinálom, azt már jó sokan olvasták, tehát ott már 100 000-es olvasottság nál járunk, és a spiritu, tehát a lelki fejlődés, lelki rezgésszintemelés és klímaváltozás ott is a téma, ott hogyan tedd jobbá a világod, az is Just Do Better World, ott is van Just Do Better World YouTube csatorna is, ahol
aki videókból szeret, nem olvasva. Tehát nekem ez küldetésem, ingyen átadok minden tudást. Aki nem akar könyvet olvasni, az hallgassa végig a videócsatornán, a teljes könyvanyag YouTube videókba le lesz adva. Én könyvből tanuló fajta vagyok, én nekem az a feelingem, vagy az a, úgy vagyok bekötve, hogyha egy videót megnézek, lehet, hogy elgondolkodtad, de a 98%-a két napon belül kisöprődik sajnos, de ha egy könyvet elolvasok, azért annak legalább a fele beragad. Tehát, hogy én könyvolvasó vagyok, én azért szeretem a könyvet terjeszteni, de a könyv pénzbe kerül, grafikus kell fizetni, meg nyomdát, meg papír, meg mindent, tehát az pénzért kell adnom, de az összes többi információforrás teljesen ingyenes. Járok az országban nagyon sok felé előadni, ott is akárki kérdez, utána segítek. Elértem a Pécsi Tudományegyetemen, van egy ilyen tárgyam, ami csak erről szól, szabadon választható tantárgy, és a Pécsi Tudományegyetem Zöld Egyetem programja keretében ingyen hallgathatja akárki. Járnak be felnőttek az óráimra, akiket érdekel, és járnak be. Minden fél év elején ki van hirdetve, most is ki van hirdetve a fél évi tematika, és aki akar, az jöhet. Tehát most körülbelül ezeket a fórumokat tudom mondani, és mindenki, aki levelet ír, vagy bármi, eddig mindenkinek segítettem, amikor csak kifér a csövön, mert ez tényleg küldetésem, önzetlenül, szeretettel, az emberiség által érzett tisztelettel átítatva próbálok tenni nap, mint nap, úgyhogy kérem a hallgatókat, adjanak esélyt, hogy tehessek értük. Hát én azt kívánom, hogy teljesüljön, ami a könyve le van írva. Nem csak te miattad, amit befektettél ebbe, és azt az áldozatot, tényleg azt az alázatot, hanem mindannyiunk fennmaradása érdekében, a gyermekeink, unokáink életéért, és hát minden létezőért itt a bolygón, tehát nem csak az emberekről van itt most szó, hanem az egész emberiségnek és a földbolygónak az egész univerzumban, világegyetemben elfoglalt helye és szerepe nyilvánvaló, hogy kihatással van máshová is. Én azt gondolom, hogy ez egy csodálatos küldetés, amit kaptál, és aminek te eleget tudsz tenni. És egy következő beszélgetésben azért egy pici ízelítőt adjunk az embereknek, hogy mi van ebben a könyvben. Jó, legalább főpontokban meghatározva azokat az alappilléreket, amikre ez az egész modell épül. Jó? Hálásan köszönöm a lehetőséget, és nagyon-nagyon élveztem a beszélgetést. Köszönöm szépen. Nagyon szépen köszönjük Önöknek is, kedves nézőink, a megtisztelő figyelmüket. Önök a VNTV-t látták. Korábbi adásainkat a www.vntv.hu, valamint a YouTube megosztó portáján láthatják viszontlátásra.